Ahogyan megjött a jobb időjárás, az ember több időt szeretne eltölteni a természetben. Erre kiváló lehetőséget kínál a Becsési Horgásztó. Filmünkben a Horgászt Egyesületet mutatjuk be. Pár mondattal mutassa be, hogy mikor is alakult ez az egyesület, és mivel is foglalkoznak. Először is a nevem Varga László István, én is a Becsési Horgász Egyesületek elnöke vagyok. Ez az egyesület egy civil szervezet, no-profitos civil szervezet, 1999. szeptember 22-én alakult. Az egyesület alapító létszáma akkor 11 volt, most a jelen pillanatban 1800 tagot számol, ebből 870 vecsési lakos, tehát több mint majdnem a fele vecsési illetősége az egyesületünk tagjainak. Szervezetünk, az egyesületünk a horgászok szervezet összefogására alakult, mivel hogy a Magyarországon közel 400 ezer szervezett horgász van, a legnagyobb szervezetbe foglalt civil szervezet a Magyar Horgászos, Országos Horgász Szövetség. Hogyan jött ez az ötlet, hogy itt Vecsésen egy horgásztavat csinálja? A Lanyi területét szerettük volna megszerezni, de aztán olyan kutatások voltak, vizsgálatok voltak, hogy elég komoly beruházást kellett volna eszközölni magába, csak a kitisztításra, és arra 100 milliós nagyságrendű pénzek kellett volna, és arra nem volt igazán keret. Nézegettünk, és jött az ötlet, hogy hát ez a rész, a Vecsés legalacsonyabb része, lápos, mocsaras, másra úgyse lehet használni, mezőgazdasági művelésre nem lehet használni, és ebből egy geológiai vizsgálat után kiderült, hogy itt egy gyönyörű szép kis horgásztavat lehet csinálni, és hát neki kezdtünk, és itt most, amint a háttérben lehet látni, azért már majd 2 hektáros terület van, és elég komoly környezet rendezésekből tekeztünk, tehát fákat fogunk most már ültetni, kevesebb gépmunka van, és most már lehet a parkosítást csinálni, lehet a horgászok igényének megfelelően kialakítani ezt a dolgot, hogy minél, aki ide látogat, minél jobban érezze magát. És ha valaki szeretne jönni önökhöz horgászni, akkor mi a teendő? Hát van egy horgászboltunk, amelyik az egyesület székhelye, az a Vecsés Dózsa György 2-n a Soronponál. Ott lehet tagfelvételt kérni, de a telefonszámom, nem tudom, hogy mennyire publikus, elmondom, 0639-244-671-es telefonszámon lehet érdeklődni, és bárkit szívesen látunk, reggel 6-tól este 19 óráig vagyunk nyitva, és a lehetőségekhez képest megpróbálunk maximálisan kiszolgálni mindenkinek az igényét, hogy ne keserű szájízzel, hanem jókedvűen, pihenten távozzon. Milyen halakat lehet itt horgászni? Ez egy érdekes dolog, szokták mondani mindig, hogy pikkelyes halakat lehet ízen horgászni, de a halfajták, tehát túlnyomó többség Magyarország ponycentrikus, ebből kifolyólag több ponty van benne, de fogtak már szép 6 kg 70 dekás amúrt, süllőket fogtak, elég szép számmal van apróhal, kárász, keszeg, fogtak 9 kg 70 dekás busát, elég széles a halfauna most már, úgy, ahogy a víz is beállt, tehát elég nagy élettere van itt a halaknak, és elég nagy százalékban, tehát olyan 80%-os fogási lehetőség van. Távolabbi terveikről, hogyha valamit hallhatnánk? Szeretnék azt az egész részt egy olyan szabadidő parkká kialakítani, hogy nem csak a horgász szat legyen a fő dominancia, hanem tehát természetesen a horgászat legyen, de aki nem csak horgászni akar, hanem mondjuk pihenni, napozni, annak is megteremtjük a lehetőséget. Próbálunk ilyen építés engedély nélküli lerakható faházakat, próbálunk a gyerekeknek egy ilyen kis kacsaúsztatót csinálni, és úgy néz ki, hogy az idén ezekből legalább az 50%-át megvalósítjuk, és hogyha kijön a család, akkor a papa horgászik, a gyerek meg az anyuka, akkor egy külön részben el lehet helyezni, és akkor ők is jól fogják érezni magukat, nem unatkoznak. Kik támogatják ezt a halásztavat? Sajnos most önerőből megy, és elég komoly anyagi befektetésem van benne. Elviekben, tehát sok segítséget kapok elviekben. Anyagi segítséget még igazából nem kaptam. Most próbálunk olyan lehetőségeket utána nézni. Pályázatok, csak hát igazából a mi helyzetünkre nincs igazán megfelelő pályázat. Ami van, az ilyen 1-200 000 forintos nagyságrend, és azt nem igazán a beruházásnál jellegénél fogva nem igazán lendít. Jól jön, de nem lendít akkorát. Tehát itt a társadalmi összefogás, sok társadalmi munka, a horgászok fölajánlása. Szeretném, hogyha mint más horgász egyesületek, vagy más, mint tavaknál, vannak ilyen nagyobb vállalkozók, akik eljönnének, és fölajánlanák lehetőségekhez képest
nem csak anyagi segítséget, mondjuk egy sintát csinálni, vagy valamilyen szinten, tehát amit tudunk használni majd a gyerekeknél. Milyen rendezvények lesznek a közeljövőben? Egy horgászbőrzét szeretnénk rendezni, azaz, hogy fogunk rendezni az ipartestület segítségével, az ipartestület székházában. Ez április végére tervezzük, szeretnénk egy illusztris vendéget meghívni, aki emelni ennek a rendezvénynek a fénypontját, és itt mindenki megtalálhatná, reményeink szerint megtalálhatná a kedvére való horgászeszközöket, cserélhet, válogathat, és itt szeretném megkérni azokat a horgászokat, akiknek olyan eszközük van, hogy nincs szükség rá, és nélkülözni tudják, tehát vannak olyan kispénzi nyugdíjas horgászok, akik nem tudják igazából megvenni ezeket az eszközöket, horgászba, torsor, bottartót, minden felajánlást nagyon szívesen vágnak. Ha föl tudnák ajánlani, és ezeket el tudnák juttatni, mondjuk a Vecsési Horgász Egyesület boltjába lehet eljutatni, ez a Dózsa György út 2 alatt van, az ipartestület székházába, és ezeket természetesen név szerint megemlítenénk, akik ezeket a felajánlásokat teszik, vagy hozzák a megunt eszközöket, akkor azokat megköszönjük, és név szerint, amikor ezeket tulajdonos találnak, akkor megemlítenénk.